Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Jöhetnek a nyugdíjas szövetkezetek. Miskolcon nyit új egészségügyi ellátóközpontot a Katasztrófavédelem. Kezdődik a szezon, hamarosan elkészül a jégcsarnok felújítása. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. augusztus 3-án, csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskésákostól. A nyugdíjas szövetkezetek megteremtik a lehetőségét annak, hogy nyugdíjba vonulásuk után is dolgozni tudjanak azok, akik kedvet és energiát éreznek ehhez, mondta a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszteri megbízott. Nyitrai Zsolt felidézte, júniusban fogadta az országgyűlés a nyugdíjas szövetkezetekről szóló jogszabályt, és nem sokára meg is alakulnak majd az első ilyen szerveződések. Nyitrai Zsoltot hallják mi megvédjük a nyugdíjaknak a vásárló értékét. A nyugdíjak vásárló értéke az nem csökkenhet semmilyen körülmények között. Megvédtük, megőriztük a nyugdíjaknak a vásárló értékét. De hogyha megnézzük, nagyon sok közös eredményt sikerült még elérni. Ilyen például az, hogy 23%-os nyugdíjemelésre került sor összességében 2010 óta, és egy sor olyan döntés született meg, amely eredménye a nyugdíjasok mindennapjait érintik és meghatározzák pozitív értelemben, illetve kedvezően az egyik az élelmiszerek áfájának a csökkentése, illetve a csökkentés az energia áraknak a letörése, a szintén meghatározza pozitív értelemben és kedvezően a nyugdíjasoknak a mindennapjait. 2017. június 13-án fogadta el a Magyar Országgyűlés, az országgyűlési képviselők a nyugdíjas Szövetkezet intézményét, hiszen elmondhatjuk, hogy hazánkban nagyon sok nyugdíjas van, akik nagyon komoly tapasztalattal és szakmai tudással rendelkeznek, és minden mellett a nyugdíjasok még éreznek magukban annyi energiát és kedvet, hogy ők szívesen dolgoznának. A nyugdíjas szövetkezet intézményrendszere ezen tervek megvalósítását segíti. Hogyha a nyugdíjas dolgozni akar, akkor összefogva egy csoporton belül sokkal gyorsabban és hatékonyabban tud munkához jutni, mint hogyha egyedül vágna neki. Ráadásul jóval kedvezőbb feltételek és körülmények között, hiszen a nyugdíjas szövetkezetnek az a lényege, hogy itt csak 15% esziát kell fizetni, és nincsen járulékfizetés, illetve nyugdíjjárulékot sem kell e tekintetben fizetni. Nyilvánvalóan ez egy lehetőség, nem kötelező dologról van szó, szóval ezt is fontosnak tartom hangsúlyozni. Teljesen szabad a ki- és a belépés. Az ország 8. ellátó központja nyitja meg kapuit Miskolcon, még az idén tájékoztatott a Borsodabói zemplén megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Az új egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági központra az EGRI és a Debreceni rendelők leterheltsége miatt van szükség. Hudák Andrá, a megyei igazgatóság hivatalvezetője a minap.hu érdeklődésére elmondta, folyik a szakemberek, az orvos és a pszichológus kiválasztása az ellátóközpont a reményeik szerint már idén megkezdheti a működését. Az Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ megalakulása óta korábban Budapesten, Csornán, Kaposváron, Szegeden, Debrecenben, Egerben és Székesfehérváron létesítettek területi ellátóközpontokat. Ezek szakemberei egyebek mellett alkalmassági és szűrővizsgálatokat végeznek, védőoltásokat adnak, foglalkozás és közegészségügyi, járványügyi, valamint munkavédelmi feladatokat látnak. El. Elvégzik a gépjárművezetők időszakos alkalmassági vizsgálatát, egészségmegőrző és egészségfejlesztő programokat szerveznek, irányítják az elsősegélynyújtást, és természetesen katasztrófa, illetve veszélyhelyzetek esetén ellátják az állomány egészségügyi biztosítását. A rendelők minden olyan eszközzel és berendezéssel rendelkeznek, melyek az ellátásokhoz szükségesek. Miskolcon azért van szükség egy újabb központ létrehozására, mert a keleti ország részben már meghaladja a 2000-az ellátottak száma. A rendelőtől azt várják, hogy tehermentesíti az egri és a debreceni központokat, amelyek ellátotti létszáma így a tervek szerint 500-500 fővel is csökkenhet. Kezdődik a szezon, hamarosan elkészül a jégcsarnok felújítása. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség legújabb szabványainak is megfelelő korszerű palánkokkal szerelik fel a Miskolci jégcsarnokot, amelynek már használható állapotba kell kerülni a napokban. A Magyar Bajnok DVTK jegesmedvék együttese ugyanis megkezdi a felkészülést az új idényre. Ahogy a kosár Európa bajnokságnak vége lett, rögtön elbontották a lelátókat, a parkettet, és két kamion is megérkezett Finnországból a vadonatúj palánkokkal. Egri István, a jegesmedvék elnöke azt mondta, jó ütemben haladnak a munkálatokkal, éjjel-nappal dolgoznak, hogy időben kész legyenek. 90%-ban már elkészült az új palánka pálya körül, és a korongfogó hálókat is felszerelik. Bízik benne, a héten elkészülnek mindennel, mondta el a minap.hu érdeklődésére. A palánk teljesen megfelel a korszerű előírásoknak, a legmodernebb az országban. A pálya felületét is alaposan meg kell még tisztítani. Ezekben a napokban mindennel szeretnének végezni, beleértve a pályacsíkok felfestését és a reklámok elhelyezését, hangsúlyozta az elnök. A DVTK jégkorongozói ezekben a napokban kezdik a felkészülést az előttük álló idényre, az első napon orvosi és fizikai felmérések várnak rájuk, de hamarosan már korcsolyát is húznak, augusztus 10-én pedig felkészülési mérkőzést vívnak, 12 nappal később következik az első tétmeccs. Aranyosi Péter kapta az idei karinti gyűrűt, a rádiókabaréban, illetve az utóbbi időben a közmédia szórakoztató műsoraiban kiemelkedő teljesítmény nyújtó alkotókat és előadókat elismerő díjat csütörtökön adták át a Magyar Rádió Márvány termében az 1975-ben alapított karinti gyűrűt Dobos Menyhért a Duna Média szolgáltató nonprofit Zrt vezérigazgatója valamint Vaszáy Miklós a média támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója nyújtotta át Aranyosi Péternek a kezdetektől segített az 1998-ban indult fábrisóban, ahogy a névjegyén ma is szerepel, Design Center felelősként. Nem az a típus, aki otthon ír poénokat, azt szokták mondani neki, Peti csak áragy, mondta az átadó mentora, kollégája Fábri Sándor, aki 1996-ban kapott karinti gyűrűt. Úgy vélte, Litkai gergei az érdem, hogy elindította a stand-up irányába Aranyosi Pétert, holott tette hozzá, semmi nem utalt arra, hogy akár három percet el tud tölteni a színpadon. Fábri Sándor kitért Aranyosi Péter sokszínű érdeklődésére, amelybe beletartozik többek közt a hat tudomány, a barlangászat és a csillagok háborúja filmeposz. A 2013-as díjazott Badár Sándor úgy fogalmazott, Aranyosi a történetekből táplálkozik és belehelyezi magát azokba. Alsegéd szerkesztő helyettesként kezdte a Rádiókabarénál, mindenkiről tudott mindent, és immár húsz éve dolgozik a műsorban. A 45 éves Aranyosi Péter felidézte, hogy kötelező szakmai gyakorlaton 1997. júliusában jelent meg a Rádiókabaréban, ahol kezdetben tekercseket és telefonokat kezelt, és volt, hogy Hoffi Géza jelentkezett, mire ő sikoltozó lelkendezéssel tudatta a többiekkel, ki telefonál. Hozzátette, gyönyörű volt ez a húsz év. Köszönöm a figyelmet, önök a csillagpontrádió hírét hallották. Csillagpont hírek. A csillagpontrádió hírműsorát hallották. Készült a média támogatásával a magyar média mecenatúra program keretében.